Több mint 1300 lóerős sportautót készített először a NIO, majd amikor a nyálcsorgatáshoz feltállalt szuperautó miatt minden szaklap írni kezdett a cégről, átálltak a tömegmodellekre, és mostanra gyors, biztonságos akucsere technológiát vezettek be, ezzel előnyszerezhetnek szerezhetnek a robbanásszerűen bővülő villanyautópiacon. A mindössze 7 éve létező kínai autós startup története több szempontból hasonlít a Tesláihoz, és a cég éppen most kezdte az európai terjeszkedését. Nagyon össze kell szednie magát bármely autómárkának, ha 2021 végén többet akar mutatni a Tesla-nál a villanyautós hittérítés terén. A tisztán elektromos, illetve hálózatról is tölthető hibridautók Európai Uniós piaca az előző negyed évben meghaladta a dízelekét, és a Tesla is éppen ekkor döntötte meg eddigi rekordját, a globális félvezető hiány ellenére három hónap alatt 241 ezer autót szállított világszerte. Nem csak a nagy márkák, a Volkswagen csoport vagy a Mercedes, illetve a BMW lépnek ki lassan a benzines és dízel korszakból, de most eséllyel szállnak versenybe kevésbé ismert, csupán néhány évvel létező kínai márkák is. A sánkái központú NIO története mindössze 7 éve kezdődött, ami maga a gyanús múlt nélküliség, ám míg a kínaiak korábban sokszor nevetségesen elavult, katasztrofális minőségű hagyományos típusokkal próbálkoztak, addig a cég az első pillanattól érti, mit vár a fejlett világ egy későn érkezőtől. Első modelljük az EP9 supersportautó a rövidítés az Electric Performance kifejezésből adódik, a márkával együtt született, és már puszta műszaki paraméterei is megdöbbentőek. A kizárólag versenypályán használható, dúsgazdag vevőknek szánt EP minden kerekét külön villanymotor hajtja, amelyek összesen 1361 lóerőt produkálnak, miközben az autó akár 427 kilométert képes megtenni két feltöltés között. Más esetekben 2,7 másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km-es sebességre, de álló helyzetből 200-ig is csak 7 másodpercre van szüksége. Ez utóbbit benzines sportautóval nagyon kevesen tudtak összehozni a történelem során, és bár a leggyorsabb villanyautók között nem az LP9 a csúcstartó, ott van az élmezőnyben. Érdekes párhuzam, hogy a Tesla szintén egy sportkocsival kezdte. A lotus közösen fejlesztett korai roadster 2008 és 2011 között gyártották, és ez a ritkaság sokakkal megismertette Elon Musk márkáját, amelyet ma elsősorban a Model S-sel és a Model 3-mal azonosítunk. Csak hogy a NIO a nagy számokra alapozott népszerűség trükkjén felül tud még valamit, amit a Tesla sem, autóiban 8 perc alatt kicserélhető az akkumulátorcsomag, így nem kell órákat várni a feltöltésre, és a gyors töltő kereséssel sem kell bajlódni. A ritka sportautó akkuinak feltöltése egyébként 45 percig tart, ha nincs kéznél cseredarab. Az átszámítva több mint 1 milliárd forintért kínált EP9 mind a 16 példányát eladták belföldön, és nem is készül belőle több a látványos technikai demonstráció tömegmodellekkel, főként SUV-kkel folytatódik, mert a kínaiak jól érzik, hogy egy fiatal márka nem kerülheti meg a legnagyobb autóipari divatirányzatot. Ahogy az elérhetetlen EP9, úgy a 2018 óta kapható ES8 nevű hétüléses hobbiterepjáró is cserélhető akkumulátorokat hordoz a hasa alatt, az alapkivitel kapacitása 70, a csúcsváltozaté 100 kWh, vagyis a ma más autókban elérhető csúcs közelében van, így a több mint 5 méteres, szinte teljesen könnyűfém karosszériára épülő családi autó akár 500 km tehet meg két töltés, illetve csere között. A NIO 2018 óta több mint 500 csereállomást telepített Kínában, és szeptember végéig 4 millió akucserét hajtottak végre összesen, vagyis kiforrott technológiáról van szó. A cég tavaszi közlése szerint az addig forgalomba helyezett autók összesen 396 millió kilométert tettek meg, így átlagosan kicsit kevesebb, mint 200 kilométerenként váltott akkumulátort egy-egy példány gazdája. Az egyszerű, 10 perces robotizált műveletről szóló videókat megtaláljuk a YouTube-on, a felvételek alapján úgy tűnik, a NiO könnyen kiépíthető infrastruktúrát tervezett a szolgáltatásához, és a Cserepont második generációjával is elkészült, amely még gyorsabb. Nem drága, hagyományos töltő- és cserepontokat építettek, inkább teherautókkal szállítható konténerállomásokat pakoltak le néhány kínai gyorsforgalmi út mentén. Nem véletlen, hogy Európában eddig kevesen hallottak a cserélhető akus villanyautók gyártójáról, hiszen csupán idén tavasszal adták el a százezredik Niót, október elejéig összesen több mint 140 ezer példányt. 2019-ben komoly pénzügyi válságban volt a cég, akkor állami segítséggel menekült meg, de túllendült saját válságán, és idén szeptemberben megérkezett Norvégiába, Európa legnagyobb villanyautópiacára. A cég Oszló üzleti negyedében értékesítési pontot nyitott, egyúttal belejelentette, hogy rövid időn belül négy akucsere állomás nyitnak a városban és környékén, jövőre pedig 12-t országszerte. Bár a NIO tipikus szabadidő autóval kezdte a terjeszkedését a kontinensen, a 2022-ben az ET7 szedánnal bővítik a kínálatot, és a jövő év végén a Tesla Model S-re emlékeztető modell lépnének piacra Németországban, ahol egyébként éppen most készül el a Tesla gyártóüzeme, amelynek csúcskapacitása évi félmillió autó lesz. Az ET7 fontos újdonsága a 150 kWh kapacitású, nagyobb energiasűrűségű szilárd test akkumulátor, amelyel az 5 méteres autó hatótávolsága elvileg 1000 km, míg a 70 kwh alapverzió 500 km-re képes az NEDC mérési ciklus szerint. A cég ígérete szerint a szilárdtest akkumulátorokat bármely nyóba be lehet illeszteni, így az autók utólag továbbfejleszthetővé válnak. Ezért is jön jól a cserélhető telepekre épülő konstrukció és az akkumulátorszolgáltatás szolgáltatás üzleti modellje. Bár autóiban éppen ugyanúgy megtalálható a kettes szintű vezetést támogató rendszer, tehát bizonyos szakaszokon át lehet adni a vezetést, de mindig fogni kell a kormányt, mint a Teslákban vagy akár a fejlett prémiumautók bármelyikében, a Nio egyenlőre jelentősen le van maradva kaliforniai riválisához képest, amely egyébként 2013-ban elvetette az akucserés konstrukciók ötletét. Mivel a Renault 10 éve kudarcot vallott cserélhető akkumulátoros villanyautóival, kétséges, hogy a 2020-as években miként fogadja a piac ugyanezt az ötletet. Ez azon is múlik, hogy milyen ütemben jelenik meg az Európai Unióban a márka és csatolt szolgáltatásai, vagy hogy hol mennyire támogatják a cseretelepek elhelyezését a helyi hatóságok. Az minden esetre biztos, hogy a Rönö Mostani elnöke Luca de Meo szerint újra fontolóra kell venni ezt a megoldást, a Gili pedig Kínában eredne a Nimo nyomába, mindkét cég 5000 cserepontot szórna szét 2025-ig. Az ES8-at több európai újságíró is vezette már, és egyenőre senki nem öklendezve szállt ki belőle. A brit autókár szerzője érdekesnek találta a Nomit, az autóba épített, mesterséges intelligencián alapuló személyi asszisztenst, mely számos funkció vezérlését teszi egyszerűbbé, a menet pedig kiderült, hogy a két villanymotorral hajtott, több mint 600 lóerős villanyautó menet teljesítménye a főbb riválisok közelében van. 4,4 másodperc alatt gyorsul 100 és 34 méteren belül állóra fékez, ülései hűtöttek, fűtöttek és szellőztetettek, sőt, masszás funkcióval is ellátták őket. Az ES8 futóművében ugyanazok a kontinentál légrugók találhatók, melyeket az Audi és a Mercedes hasonló modelljeibe építenek, ami nem csoda, hiszen a cég egyik tervezőközpontja Münchenben van, és a cég a Bostól vásárolja az ES8 20 fontosabb elektronikus rendszerét. A Kínában körülbelül 20-21 millió forintnyi jüanért, illetve akkumulátor nélkül néhány millióval olcsóbban kapható ES8 beltéri műanyagjai itt-ott spórolósak, és könnyen karcolódnak, a tesztpéldányok kormány segítését a kínai vevők ízlése szerint hangolták, vagyis alig adnak visszajelzést az autról. Nem a legnagyobbak szintjéről indul a NIO a hosszú menetelésre, de a tesztelő szerint még így is ez a típus a legkifinomultabb kínai autó, amit eddig Európába hoztak. Hogy mennyire nem igaz többi, hogy a kínaiak képtelnek rendes autót gyártani, azt jelzi az is, hogy az ES8 nemrég a maximális 5 minősítést szerezte meg az euró törés töréstesztjén, és a független minősítőintézet külön kiemelte, hogy aktív biztonsági rendszerei is kiválóan működnek. A cég európai szemszögből nézve legfontosabb típusa, júniusban megkapta az uniós forgalmazáshoz szükséges hatósági jóváhagyást, persze a tartós sikerhez látnunk kell a szervizhálózat, illetve az alkatrészellátás gyakorlatát, mert csak ez építheti a vevők bizalmát a gyors akucserék vonzereje nem tart örökké, és amikor villámtöltéssel a mostani minimum fél órához képest tovább rövidül a villanyautók feltöltésének ideje, illetve elterjednek a nagyobb energiasűrűségű szilárdtest akkumulátorok, a NIO történelmi lehetősége is elszállhat. A NIO decemberben vagy januárban újabb modellek bemutatására készül, köztük lehet az ET7 luxus szedán kisebb változata az ET5, amely az előzetes hírek szerint a Tesla Model 3, a BMW i4, illetve a később várható villanyhajtású Mercedes C-osztály riválisa lesz. Becslések szerint az ET5 ára 300 ezer yuanról, vagyis átszámítva nagyjából 15 millió forintról indul majd, tehát a Model 3 közelébe árazzák, annak versenytársaként szánják. Jó ötlet ez, hiszen szeptemberben éppen a legolcsóbb Tesla volt a legkelendőbb új autó az Európai Unióban. ECDH. Mindenünk az autód!